Sziasztok, hello mindenkinek, itt vagyunk most egy újabb videóban, és itt vagyunk az Égner téren. És a mai, ugye ez már a második videó, ugye az előző videómban ott jártunk ott a százas vasútvonalnak azon szakaszán, ahol a 4-es számú főút mellett megy el közvetlen, és ugye azt a környéket videóztam le nektek. És gondoltam, hogy tegnap nem raktam fel semmilyen videót, és mert esett az eső, amiért most rakok fel még egyet, és ugye már régóta meg szerettem volna csinálni nektek ezt a videót, csak gondolkoztam rajta, hogy csináljam, ne csináljam, vagy van ennek értelme, de végül úgy döntöttem, hogy mégis megcsinálom, és a mai videó arról fog szólni, ugye itt vagyunk, ahogy mondtam, az Égner téren, és itt régen egy vasútállomás volt, gondolom ezt mindenki tudja, ti biztos tudjátok. Aki nem tudná, akkor azt megerősítettem, vagy aki nem volt biztos, itt egy vasútállomás volt. Aki nem tudná, hogy akkor azt megerősítettem abból, hogy itt egy vasútállomás volt. És ennek a vasútállomásnak nem sok maradványa van, csak igazán a nyomvonalát tudjuk bejárni. És ahol most mi sétálgatunk, itt volt egy csomó vágány, és most ebből a részletbe, ide most biztos vágok be egy olyan képet, amikor egy, azt hiszem, hogy egy MD vagy egy csörgő, nem tudom, hogy megközelítette azt a vonatot, ide beáll erre a kis állomásra, 1983-ban való az a kép, és ugye itt volt a kisállomásnak a rendes neve, ugye Debrecen-Vásártér, és ugye a kisállomás helyén most ezek a toronyépületek vannak, láthatjátok. És ugye vannak itt a két színen ilyen betonkerítések, az most innen nem láthatok, de mindjárt közelebb megyünk. Azok voltak a vasútállomásnak, a Debrecen-Vásártér vasútállomásnak a kerítései. Mindjárt ide közelebb megyünk. Bármilyen információtok van a kisállomásról, írjátok meg, mert nekem most nem tudtam beszerezni. Majd egyszer srácok rászállnak egy videót, vagy egy egész délelőtt, vagy egy egész délután, vagy akár egy egész napot is, hogy ezt a régi nyomvonat azt bejárjuk egészen onnan a déli sortól és az Elemér utcán keresztül idáig, aztán majd össze-vissza. De az egy nagy kis gyalogtúra lenne, de egyszer majd megcsináljuk, ha ezt megígérhetem nektek srácok. Hoppá, itt ugye... Itt onnan vehető észre, hogy vágányok voltak itt, mert tiszta kavicsos, és ugye itt van az a kerítés, ami a kisállomásnak a kerítése volt. És ugye én néztem a fényképeket, itt van egy pár valami, itt van valami, ami azt bizonyítja, hogy itt régen vasútállomás volt, ezt mindjárt meg is lessük. És itt ugye vannak ilyen veled a növényzet. És itt volt valami vártó, vagy nem tudom, mi volt itt. Igen, azt megkeresem. Na, srácok, és egyszerűen még egyelőre nem találtam meg azt a betontorobot, de mindenképpen meg akarom találni. Ugye most rájött, hogy szerintem az egy betonvalap, de valami olyasmi. De lehet, hogy azóta felszedték, hogy eltüntették innen. Ugye volt itt még egy oszlopok is, ugye nemrég nézegettem. Volt egy oszlop is, ami valami ilyen lámpa volt, vagy nem tudom, mi volt itt, vagy van is, vagy én nem találom. Ami bizonyította, hogy egy kis állomás van. Ezek, amiket néztem fényképeket, akkor 2012-ben készültek, úgyhogy azóta bőven elvihették, vagy lemondhatták volna ezt a darab, vagy a baton darabot, mind az oszlopot is. Lehet, hogy ezek közül az oszlopok közül valamelyik volt ez. Ezt nem tudom, írjátok meg, srácok, mert tényleg nem tudom. És lehet, hogy ez lehetett az oszlop, úgyhogy nem tudom. De még itt egy kicsit bejárjuk itt ezt a nyomvonalat, ugye ahol járt a 108-109-es vasútvonal közös szakasza. És de nem tudom, srácok. Bocsi, srácok, de most nincs sok információm erről. Csak úgy csináltam ezt a videót, hogy csak legyen ilyen videó már. Mert ugye ez is egy valami közlekedési emlék, hogy itt ezen az Égner téren régen vasútállomás volt, közben itt valahogy kikerülem a sarat. Ugye itt volt a Debrecen-Vásártér vasútállomásnak az épülete. Úgyhogy itt ment el valahol itt a vágányhálózat. Itt ezen a, ugye arról jött ki, itt így.
hogy úgy jött ki, és akkor így ment tovább, és akkor itt voltad valahol itt a épület a Debrecen Vásártér vasútállomásnak. Úgyhogy idáig egy kicsit elmegyünk. De most nem is azért csináltam, hogy srácok ezt a videót, hogy sok információ legyen benne, hanem azért, hogy azért legyen ilyen videó is. Szóval, úgyhogy ne haragudjatok ezért, hogy most nem tudok sok mindent. Nem is arra szántam ezt a videót. Hát ami tudok egyelőre, azt megosztottam veletek, ugye volt. Úgyhogy... Nem látom azt az oszlopot, de tényleg, hogy nagyon hülye vagyok most, mert az oszlop már nincs is, mert... Megmondom őszintén, nem tudom. Nem tudom, srácok. És ugye itt vannak ilyen kabicsok, és itt mentek régen a vágányok, de mondtam, hogy egyszer csinálunk egy olyan videót, amiben bejárjuk az egész régi nyomvonalat. Közben itt csepeg a víz, ne cseppenjen a telefonomra, mert azért nincs más kamerám, ugye csak ez az egy kamerám van a telefonomon, úgyhogy nem akarom, hogy elromoljon, akkor vége a blogger karrieremnek. Na, és itt is vannak érdekességek. Ugye itt van egy ilyen épület, ami felőtte a gazdát, hogy nem tudom, srácok, hogy ez lehetett volna. Nem, ez a hülyeség, nem az a kis állomás, de itt is láthatjátok, hogy csak ez is egy érdekesség, hogy itt van egy épület. Valameddig még itt elmegyünk, és akkor majd elmegyünk egy kicsit még a másik irányba is, akkor hogy bejárjuk itt ezt az égnetékonyéki nyomvonalat, úgyhogy tartsatok velem, srácok. Na, és idáig eljöttünk, és tovább nem is szeretnék menni. Úgyhogy ez a Kürtös utca itt. Mi megyünk vissza az Égnél tér fel, és akkor elindulunk majd a másik irányba is, de megerősen még mindig nem találom azt az oszlopot, amiről írtak valamelyik oldalon. Már a nevét sem tudom annak az oldalnak, hogy az egyetlen maradvány a kis állomásból. Egyáltalán megvan-e az oszlop még, vagy trolli áramvezeték tartó oszlopok közül az egyik, az nem tudom, srácok, szóval hiába gondolkozom, nem fogok rájönni, mert az oszlopról a fénykép csak annyit mutat, hogy így felfele mutatja, de sehogy máshogy nem. Na, srácok, és visszajöttünk ide az Égner térhez, és ugye itt tartottunk, hogy ugye volt itt egy kerítés, ugye, és valamin elgondolkoztam most, hogy itt van valami oszlop. Nem, ez is három vezeték tartó oszlop, az hittem, hogy ez egy különálló oszlop, ugye. A nagy állomáson ugye, ott ahol régen parkoltak a Hajdúvonal idejében, és kb. Olyan 2012-ig indultak onnan az autóbuszok. Ott ugye volt egy vágány, ilyen tárolóvágány, ilyen tartalékunk tárolták. És ott van egy oszlop, és ugye ami tartotta annak a sínnek az áramvezetékét, de elvileg itt is kéne lenni egy oszlopnak, ami valami emlékeztek el erről, hogy itt volt vasútállomás, de lehet, hogy én vagyok vak, nem találom. Vagy egyáltalán nincs, vagy vak vagyok. Vagy egy olyan oszlop, ami már az áramvezetéket tartja, úgyhogy nem tudom, most egy kicsit erre is elmegyünk. Ugye itt láthatjátok, hogy itt végig ilyen nagy betonkerítés van, ugye ez tartotta, ugye ez volt a kerítés ezeknek a vágányoknak, ugye. Ne úgy képzeljétek el, hogy itt régen itt így mentek a házak között a vágányok, itt régen, ugye az a 80-as években ment itt utoljára vonat, ugye 91-ben szűnt meg a kisállomás, 1991-ben, és ugye addig ment itt vonat, és addig... Akkor még nem volt ennyire kiépítve ez itt ez a terület, ugye. Ki volt, de ennyire nem. Szóval... Itt véget értek már a betonkerítések. Ugye most már este 7 óra lesz mindjárt, vagy már... Várjátok, srácok? Hát már elmúlt, nem azt mondja, mindjárt, már 19:60. Úgyhogy hamarosan már besötétedik, mert már ősz van, szeptember van. Úgyhogy ha van valami információt, akkor írjátok meg. Ugye itt mentek a vágányok. Ha itt van hely nekik, ugye itt biztos itt mentek szerintem.
De ez is csak egy tipp. De amúgy most hol mentek volna? Szóval, vagy itt mentek, vagy ott, ez teljesen mindegy most már. Úgyhogy én nem meg is köszönjük nektek a figyelmet. Ha tetszett az a videó, dobjatok rá egy lájkot, illetve iratkozzatok fel. És ne felejtjétek, hogy éljen a közlekedés. Sziasztok!